Üdvözlök mindenkit! Itt, ezen a mapon. Na már most. Igazából ennek a videómnak a célja jelenleg az lenne, hogy elmondjam, hogy hát miért is tűntem el, mert ugye már jó régen nem volt videó, és stb. És stb. Nos, ennek azt kell, hogy mondjam, hogy egészen egyszerű oka van. Egyszerűen csak annyiról van szó, hogy több minden is közrejátszott az ellen, hogy én most videókat tudjak gyártani. Többek közt az egyik, az például az, hogy a Minecraft irgalmatlan mód laggol, és nem értem, hogy miért van ez. Egyszerűen fogalmam sincs. Tényleg nem tudom, hogy miért van ez. És ez így egyszerűen élvezhetetlenné teszi hosszú távon ezt a dolgot, hogy így laggol a Minecraft. A következő, ami úgy eléggé ütős ér volt az ellen, az az, hogy például az Istennek nem tudtam megtalálni, hogy hogyan lehetne ingyenes, mi annak a neve, majd eszembe jut. Na mindegy, szóval egy ilyen videószerkesztő programot ingyenesen leszedni, az Istennek nem jutott eszembe, hogy hogyan lehet. Szóval igazából az se sikerült. Amit meg leszedtem, ilyen demo verziós vackot, az meg lejárt, tehát igazából azon most nincs mit vacakolni. És hát igazából konkrétan erről van szó, hogy egyszerűen nem értem, hogy mi történik, de mindegy. A következő ilyen remek indok meg az, hogy hát a Minecraft igazából maga, a fejlesztők okossága, és stb. És stb. Mert igazából, na most akkor kezdjek el mesélni. Én a Minecraftot 1.2.5-ben kezdtem, és imádtam. Ez egy teljesen jó játék volt, nagyon szerettem tényleg. Az egyetlen, amit nem értettem meg benne, az a restónozás volt, de mindegy, nem is akartam. Tehát úgy gondoltam, hogy nem erről szól. Utána jött az 1.3.1. Azzal úgy voltam, hogy oké, létezik az 1.3.1, én is létezek, és akkor így egymástól független létezünk, és nem ártunk senkinek, tehát így értitek. Na, az anyját, na erről beszélek. Most akkor ezután még van játékélmény, vagy nem értem. Na, igazából utána meg jött az 1.4. Azt még szerettem is. Arra még azt is mondtam, hogy oké, ez most akkor egy hasznos volt. Hát nem mondom, hogy annyira, mert igazából meg lehetett volna élni nélküle. De azt mondom, hogy akkor ez egy hasznos volt. És akkor a csúcsok csúcsa, meg az, hogy utána, de az 1.4-ről még videót is csináltam, tehát ott érződött, hogy viszonylag hasznosnak gondolom. Bocsi, csak közben ocelotra vadászok. És akkor jött az 1.5. Az az életem legnagyobb csalódása volt ez a fejlesztés. Tehát ott voltam úgy, hogy a Minecraft túllépett egy bizonyos határt. Voltak, akik már az 1.4-nél is mondták, hogy hülyeség a denevér, meg semmi értelme, meg minek egy Minecraftba denevért rakni. De arra még úgy voltam, hogy amíg a denevér semleges, addig ugye nincs baj. Mert végül is még hangulatossá is tesz, amikor megijeszt a bányába, meg minden. Most már gyere ide, az Isten áldjon meg, és most igenis ide fogsz nézni, és meg fogod zabálni a kaját, amit adok. Na. Igazából a denevérekkel úgy voltam, hogy azok hangulatossá teszik a játékot.
De igazából az 1.5-ben tényleg nem találtam semmit, ami hangulatossá tenné a játékot. Tehát egyszerűen azt kell, hogy mondanom, hogy egyszerűen az 1.5 az készről hely. Tehát az már olyan szinten a restónozásra ment rá, meg ilyen mindenféle kütyüket, mert biztos, aki ilyennel szeret játszani, az élvezi. De tehát a kütyük 80%-ának a használatát még most se tudom, tehát egyszerűen annyira ignorálom ezt a dolgot. Basszus már. Most ez már mi volt? Most imád engem ez a vizé. Csak épp nekem nem az kéne, hanem az, hogy ide nézzem végre. Ahó, ide néz, itt a hal. Az lesz, hogy el fogok tévedni. Most mi az oldal irányba fut? Gyerünk, 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 gyerünk. Basszus. Hogy rohadnál meg. Az, te, nyomorult. Na, jó van. Tehát akkor azt mondja, az 1.5 az egy akkora rémes fejlesztés volt, mint 6 másik. És akkor most megjött ez a jó pofa trükk, hogy akkor innentől a Minecraft nem ingyenes. Puff. Hát, amúgy azt mondom, hogy... És tudjátok, én erre csak annyit reagáltam, hogy jó! Engem nem zavar, ha a Minecraft nem ingyenes. Ne legyen ingyenes. Hát akart az Isten 1.6-ot. Hát én igazából konkrétan örülök neki. Örülök annak, hogy a Minecraft nem ingyenes. Örülök neki, hogy 1.5-nél tovább már nem lehet rontani. Na. Hát igazából ezen tényezőknek így az összessége készített arra, hogy akkor most egy darabig nem raktam föl videót. Mint ahogy most is csak ez a magyarázat fog főkerülni, nem tudom, hogy a közeljövőben rakok-e föl videót. Egyelőre még semmiben nem vagyok biztos, de vannak, amik itt vannak a gépen, csak már föl kéne rakni őket, tehát egy Skyblock is van még így. Akkor még... akkor van még egy mi az még? Túlélő szigetcsoport is van. Sony Vegas Pro. Annak a programot. A Sony Vegas Pro-nak nem találtam meg az ingyenes verzióját, úgyhogy a túlélő szigetcsoport is visszatér a régi sablonjához, nincs mese. Igazából az új évaddal akartam, most kinyírom ezt a dögöt. Na gyere ide! Gyere ide, te Isten átka! Ez anyját. Na, tehát a túlélő szigetcsoportnak akartam adni egy új köntöst, egy új sablont, egy új izét azokkal a kék megjelenő betűkkel, de hát nem sikerült, nem jött össze. Hát most ez van, mit tehetünk. Ugye vannak dolgok, amik működnek, és vannak, amik nincsenek el. Ez most egyértelműen abban a kategóriába tartozik, ami nem jött össze. De igazából tényleg mindegy, csak egyszer az, hogy ezeket a dolgokat tisztázzuk. Tehát például nem azért nem volt egészen eddig videója, hát meg azt nem is mondjuk, hogy most annó a vizsgáim miatt se bírtam nagyon videót rakni, és akkor addigra meg már megint az ember így egy hónapot kihagyja Minecraftba, akkor már megint úgy kell neki menjen, hogy úristen, mi ez itt, mik ezek, úristen, mennyi kacat, meg mit tudom én. Na, tehát igazából most is például itt van ez a jó kis elkezdett játékom, 1.10, 1. nem tudom hányba kezdhettem, és akkor itt se tudok semmit csinálni, mert ugye nincsen répám, például többek között. Nincs ugye répám, tehát nem tudom szaporítani a malacokat, mert ott is volt egy kis malacketrec, aztán abban is szaporítgattam meg minden, de most már nem tudom. Meg körülbelül erre jók a folyamatos frissítések. Hihetetlen, amúgy tényleg. Tehát én inkább nem is mondanék ezekre semmit. Na jó, mindegy. Végül is ez van, ezt kell szeretni. 1.5. Nagyon imádjuk a verziót. Tényleg. Nyálkolyóban nem lehet. Nem lehet. Rotatus. Lazurit. Csont. Gomba. Gomba vasár. Tintasak. Tudom, vaskart.
Ah, nem jó, azt nem tudom beletörni. Mert van itt amúgy egy enchantolt így. Ó, de jó. Na. Szóval igazából most jelenleg ez a tényállás, aztán lehet, hogy ez még módosulni fog, ezt én magam sem tudom. De igyekszem mostantól belerázódni ebbe a dologba újra. Na, köszöntöm a figyelmet, és sziasztok!